nagyon örülök, hogy sikerül újakat behoznom ebbe az MMA ketrecharcba, új birkózó tájboxos rácokat, és segítek nekik. Van két nagyon jó edző, Lehocki Csabi, Kulcsevics Csaba. Én szakmai részbe próbálok meg, amit én a ringbe, ketrecbe töltöttem, abba próbálok segíteni, technikai felkészülésbe. Nagyon bízok bennük, szorítok nekik. Ez a harmadik rendezvény, ez pont ilyen szárnyitogatás némelyik srác szempontszögéből. Van olyan, aki már volt egyen-kettőn, de azért van, aki tényleg először húzza fel a kiskesztyűt. Azt is már mész is. De jó. Ritmusba elkapod egyből, Norbit. Hát ugyebár én a svesébe birkoztam, aztán Robi ott kezdett edzeni, így közöttünk birkozókkal. Egyéne is válogatja, mert van, aki gyorsabban, gördülékenyebben elsajátítja ezeket a technikákat, de én azt mondom, hogy ha már ketrec, akkor azért egy kicsit nagyobb az előnye, ha birkózó valaki. És itt azért nekünk nem kell annyi időt eltölteni, nem arra készítjük, nem azért tájboxolnak, hogy ők majd tájbox versenyen induljanak, hanem hogy megszokják, hogy őket fejbeüti valaki, vagy rúgnak feléjük. Tehát ez igazándiból a lényege, nem pedig az, hogy ők tökéletesen elsajátítsák. Amint lehet látni, tiebox edzések vannak, mind készülünk a svesének a jó öreg lelátóján, róljuk a köröket, aztán hát meg a birkozás, az alap, ami így adott. A fizikum megvan hozzá, úgyhogy ne is úgy meg lehet próbálni. A birkozásban azért nem volt ütés. Váltás lentről, a folytások voltak, meg leszorítások, de ezt tanuljuk, hogy felhozzuk a kezet, feljavítsuk, mert egyébként tényleg nem volt, de nem áll messze egyébként tőlünk. Egy kicsit kötöttebb a munkánk egyébként birkozóknak, több a dulakodás, itt azért fektetni kell hangsúlyt a dolgokra. Nálunk azért elég stabilan áll az ember, itt meg azért el kell mozogni, ugrálni, ez volt nekünk furcsa. De hát nyomjuk le a kilókat, úgyhogy majd látjuk, hogy mi lesz. Hogy ismerjük az ellenfeleket? Hát igen, vannak ismertek, de nem azok a nagy nevek, akik ugye, tehát direkt ez az amatőr rendezvény, direkt ezeknek a srácoknak, akik még ugye 3x3 perces verzióba ismerkednek az MMA-val, egy picivel nagyobb kesztyűvel, nem 5 unciással, és viszont hát azért saját sportágaikban azért jeleskedett némelyik, tehát itt jönnek jitsusok, birkózók, judósok, kempósok, mindenféle irányzatból, és a mi srácaink, ahogy ők eddig nekünk segítettek a birkózó stílusba közelíteni ebbe, ehhez a küzdősporthoz, most mi segítünk nekik bunyó szempontjában. Te meg próbálsz, Csabi, tolod el könnyékkel. Aj, de jó, azaz, könnyökölsz oda bele a orkába, és tolod el oda. Szabadulsz ki, te húzod magadhoz, Norbika. Azaz. Már mész is fordulsz, jó? Oké, Szegedről hárman indulunk nehéz súlyban, akkor van középsúlyban is egy srác Szegedről. Megyünk 5-6-an, aztán hát pestiek vannak egy pár Esztergomba, aztán
fiatal titánok, úgyhogy fel lehet venni a kesztyűt velük, mert akarnak, úgy, mint mi. Szilveszter, ő nem a mi fiunk borjunk, hanem edzőkollega a Vásárhelyről, meg edzőpartner, meg edzőtárs. Régi barátság fűzi ide, és most ő velünk készül, nekünk is segít, mi is ő, neki 7-én Londonban lesz egy mérkőzése, egy ketrecharca. Hogy melyik szövetség, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a UFC-nek a vezérkara ott lesz a lelátón, úgyhogy nagy ugródeszka lehet az ő számára, plusz a mi kapcsolatunkat is most majd kint építgeti. Hát elsősorban földharcos ellenfélről tudunk, de annyit sajnos mondhattuk, hogy a Szilveszter most összeszedett egy viszonylag súlyos tércalagszakadásos sérülést, de ettől függetlenül, ha már bevállalta, odaáll és megpróbálja. Hát nagyon szorítunk neki, hogy ne súlyosbodjon a sérülés, de az biztos, hogy ki kell tenni magáért. Hát elsősorban kéz, úgy számolunk, hogy kézzel fog majd dominálni. Reméljük, hogy nem kell neki földharcozni, mert ilyen instabil térdel nem lesz egyszerű. Erre egy hétre a Robinak is lesz a mérkőzése, ő pedig a szokásos viaszatos közvetítésben majd találkozunk velük, az pedig lesz az MMA Szlovákia ellen. Szlovákia. Hát ott annyit tudunk, hogy alkatilag milyen az ellenfél, de nem nagyon szoktak ködösítenek, nem szoktak egyértelműt mondani, úgyhogy ha mondanak információt, azt se kell készpénznek venni. Az a biztos, ha készülünk ilyenre is, olyanra is. Aztán ott meglátjuk az embert, abból már a melegítéskor egy rövidet tudunk arra készülni agyban, fejben, hogy milyen stílus képviselhet az ellenfél, az alkatából, stb. És akkor erre tudunk ráállni, ott még a melegítéskor megbeszéljük, hogy mi lesz a stratégia, és akkor fölmegyünk már a ketrecbe, vagy a ringbe, és ott már a sarokba tudjuk már az utasításokat, miután megfigyeltük, hogy mi a mozgás. Még egy dolog, nagyon melegben készültök. Ez előny, hogyha későbbiekben egy nagyobb térben, kicsit hűvösebben van a meccs, vagy inkább hátrány, hogy nem azt szoktátok meg? Igen, a kondira ez nagyon jó, tehát ez pont jó, lehetne még melegebb. Elkezdjük a fedezékes testvérfejre. A cél, hogy ugye sérülés a részünkről, hát jó, persze annak se örülünk, a másik sérül, de felőlünk legalábbis semmiképp. Ez egy adrenalin bomba, próbálom őket fölkészíteni, de remélem, hogy ti is ott lesztek majd a meccsemen.